Szécsi vette át, és indul el vele. Novotny mozog keresztbe, lövőhelyzet, Szécsi, gól! A 7. percben megszerzi a vezetést a magyar válogatott. Méghozzá egy brilliáns egyéni alakítás után. Hát ezt mondtam, hogy be kell vállalni, hát ráadásul gyönyörű, fantasztikus gól volt. Na, tehát... A Debrecen játékos a Szécsi Márk, és azt mondta Bene Ferenc, a válogatott szövetségi edzője, hogy az első negyed óra nagyon-nagyon fontos, hát látjuk, hogy tényleg nagyon fontos, és milyen jó, hogy így kezdődik. Ez óriás, ez lélektelenül nagyon sokat jelenthet, hát csak nem ráülni az eredményre, nagyon-nagyon rápakolni most még egy lapáttal, mert bármennyire is szervezettek az oroszok, hát itt van a jó példa, hogy egy-egy villanással már sakmat helyzetbe kerültek.